Ez a könyv ugye elkészült 1844 végére, 1845-ben jelent meg, valamikor januárban vagy februárban Párizsban. Utána mindjárt lefordították, egyrészt hoztak haza Magyarországra egy csomó példány belőle, másrészt lefordították németre. Tehát még 1845 nyarán megjelent németül is Lipcsében, ami azt jelenti, hogy olyan sikeres könyvnek számított, ő ugye franciák számára írta, de annyira sikeres könyvnek számított, hogy a németek is olvashatták, és Magyarországon sokan németül olvasták, ugye nagyon sok magyart is érdekelt, hogy mit ír vajon egy francia eltéről. Szerintem jobban értekelt a magyarokat, mint a franciákat sokszor. Hogy mit írt egy francia Erdélyről? Egy olyan francia, aki beházasodott a teleki családba, tehát nem lehet akárki, személyes ismeretsége van Veselényi Miklóssal és Széchenyi Istvánnal, mert mind a kettővel személyesen találkoztak. Tehát egy érdekes ember mindenképpen. Úgyhogy lefolytatták németre, és sokan a német változatot olvasták. 1845-ben, és akkor utána még egyszer kiadták 1850-ben ezt a könyvet, franciául, úgy látszik, hogy elfogyott az 500 példány, amelyben megjelent eredetileg. Ugyanott Párizsban egy javított kiadás készült. A szerző szerintem megmutatta a könyvet, sőt nem szerintem biztos, hogy megmutatta a könyvet az apósának. Az könyvet ugyanis az apósának ajánlotta, Teleki Imrének. Az após, ugye, mint mondtam, tudott németül is, meg franciául is. Tehát valamelyik valószínűleg a francia változatot olvasta, és utána gondolom életszerű az, hogy megjegyzésekkel látta el, tehát gondolom a vejének elmondta, hogy figyelj, ez így nem pont úgy van, vagy ilyesmi. Szóval a lényeg az, hogy szerintem az após Teleki Imre javításai vannak benne. Azon kívül még olvasott hozzá újabb könyveket maga Dözsrándó Ágoston, meg olvasta, mondom, főleg az Erdélyi Híradó című újságot, ami ugye kolozsvári lap, és járt Hosszúfalvára, és akkor ezekből úgy még egy kicsit úgy átgondolva a dolgot, körülbelül 1848-ra elkészült ennek a könyvnek, az első kiadásnak a javított változata, aztán jött a szabadság, forradalom, szabadságharc. Lényeg az, hogy utána már szerintem nem foglalkozott vele, mert körülbelül 1948-ig, sőt 47 végéig vannak benne utalások politikai eseményekre. Tehát a második kiadás, ami 1850-ben jelent meg, a második kiadásban semmiféle utalás nincs a szabadságharcra, egyetlen szó sem. Tehát magyarul a második kiadásnak a szerkesztésének a lezárása szerintem 1848 március 15-én előtt történt mindenképpen, mert különben valahogyan azért utalt volna rá. Viszont van utalás az 1845-ös országgyűlésre, tehát 45-46 ez a legutolsó történelmi korszak, amivel még valamilyen szinten foglalkozik, és nagyon optimista abban a szempontból, sőt, a francia nemzetgyűlés számára példaképpen állítja a pozsonyi országgyűlés és a kolozsvári országgyűlést. Nagyon optimista abban a szempontból, hogy itt van egy magyar nemesség Erdélyben, maradjunk Erdélynél, amely nemesség ezer éves jogainak a megosztására törekszik a saját jobbágyaival. Ez az a korszak, amikor a nemesség lassacskán lemond az adómentességéről, ugye egészen addig a nemesek nem adóztak, 1848-ig. Úgy mondták, hogy szűzvállasok. Nagyon büszkék voltak arra, hogy szűzvállasok, mert az ő válluk szűz. Az még adó nem nyomta. Úgyhogy ezzel nagyon büszkék voltak, mert hogy ők vérrel szerezték az országot. És akkor erre mit lát Dözsrándó? Az, hogy ez a nemesség, ez megteszi azt, hogy lassacskán egyre többet áldoz a közjavára. Ez azt jelenti, hogy önként támogatják például az iskolákat, hatalmas pénzeket adnak a református nemesek, gondoljunk például a telekiekre, a református középiskolák fenntartására. Teleki Imre a saját könyvtárából a duplumokat odaadta a kolozsvári református könyvtár, református kollégium könyvtára számára. És egyébként, tehát lényeg az, hogy önkéntesen már eddig is nagyon sokat adakoztak a nemesek, miközben ugye nem adóznak, és most arra készülnek, hogy az országgyűlés, emlékeztetnék rá, hogy az országgyűlésen csak nemesek ülnek, meg ugye a városok képviselői, tehát maguk a nemesek olyan törvényeket hoznak 1845 táján már, hogy adózzanak. Tehát saját magukat megadóztatják, és eltörlik örökös adómentességüket, amire eddig annyira büszkék voltak.
Továbbá, hogy a jobbágyokat felszabadítsák, ami azt jelenti, hogy a jobbágy az voltaképpen a már eddig is majdnem, hogy szabad volt, hiszen amikor robottól nem csinál mást, mint a nemestől kapott földet fizeti vissza. A nemestől kapott földet úgy kell elképzelni, mint egy bérleményt. A föld tulajdona a nemesé, a jobbágy a saját a telket, az mint egy bérli a nemestől, de nem pénzzel fizeti ki a bérleti díjat, hanem a robottal. Úgyhogy ez tulajdonképpen olyan, hogy föl is mondhatja éppenséggel a jobbágy ezt a úgymond bérleti szerződést, és akkor elmehet, amerre akar, de akkor nem lesz földje, de nem is kell robotolnia. Ugye, és akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen megtesz mindent ez a nemesség annak érdekében, hogy a jobbágyok ne legyenek már többé jobbágyok, minden szempontból minél inkább polgárosuljanak, és a nemesség az hasonló, hogy emlékeztetek, 48-ban ugye megkapták a választójogot is a jobbágyok, akkortól kezdve ugye mindenki szavazhat gyakorlatilag. És azt mondja az Augustus Ernst, aki kívülről látja ezt, hogy az országgyűlésen a pozsonyi és a kolozsvári diétán egyaránt többször megjelent, és belehallgatott. Nagy élvezettel hallgatta, többnyire latin szónokatokat jól is értette. És azt mondja, hogy ezt kéne a francia országgyűlésnek is csinálnia, nem lett volna a francia forradalom, hogyha annak idején, 1700-es évek második felében a franciák ugyanolyan altruizmussal, ugyanolyan jóindulattal kezelik a francia jobbágyok ügyét, mint amilyennel most a magyar nemesség kezeli a magyar jobbágyok ügyét. És mi van akkor a románokkal? A románok, mint nemzet nem szerepel, ugye a három nemzetben az a magyar, a székely és a szász szerepel Erdélyben, csak hogy a románok nagy része vagy nemes, vagy jobbágy, tehát pontosan ugyanolyan jogi helyzetben van, mint a magyar nemes, meg magyar jobbágy. Tehát amennyiben és ráadásul több a román jobbágy, mint a magyar jobbágy darabra. Tehát amennyiben a jobbágyok felszabadulnak a jobbágyterek alól, akkor a román jobbágyok milliói, ez kb. 1,4 millió román, román jobbágyok milliói szabadulnak föl a többnyire magyar nemesség jóindulatának értelmében. És ez azt jelenti, hogy meg kéne nézni a román jobbágyoknak, hogy a magyar nemesség az nem ellenség, hanem minden megtesz annak érdekében, hogy szép lassan, fokozatosan, de teljes szabadságot nyerjen az a román jobbágyság, amelyik eredetileg még Árpád apán korában le lett igázva a bejövő magyarok által, és azért lett jobbágy. Lehet, hogy ez kicsit egy elmondta és bonyolult, de ugye ez a történelmi szemlélet az áthatja Augustus Ernst, mert ő jogot végzett a Sorbonon, és azon kívül történész. Ugye, és tehát ő mindent ilyen kicsit a jog, meg a jogtörténet szempontjával is néz. De ugyanakkor könyvében van rengeteg élet. Például, amikor megtetszik neki egy román nő a segesvári piacon, és megpróbál vele megismerkedni, de az ismerkedés az úgy történik, hogy a román nő árulja a sajtot, a jussajtot, hatalmas kocsikerék méretben, és a dözsrándó, mint hogyha arra alkudna, hol a nőre néz, hol a jussajtra, és aztán kénytelen egy hatalmas jussajtot megvenni, mert a nő az tényleg csak az üzlet szempontjából fogja tudni. Semmiféle love story nem lesz benne. Nem is nagyon lehetne, hiszen fiatal feleség várja a dözsrándót, és akkor már valószínűleg közeledik az Antonina de Jandó megszületésének az ideje, és úgyhogy van némi kis erotikus utalás, ittottam ott a könyvben, az utalásai során megtetszettnek ez meg az, de alapvetően ezek megmaradtak a puszta kíváncsiság és barátság szintje. Na hát akkor ezek után azt mondhatom, hogy 1850-re elkészült a második kiadás, és Augustus Ernst meghalt a szabadságharc után 1849. decemberében a szabadságharcban némileg részt vett, egy-két csatában is részt vett, de ő főleg Párizsban volt, és a magyar ügyet képviselte Párizsban, ugyanis a franciák rendkívül rosszul voltak tájékozódva, csak kizárólag a német sajtón keresztül tudták meg, hogy mi van a szabadságharcban. El lehet képzelni, a magyar és a az osztrák és a német sajtó csak rosszat írt Kossuthékról és a magyar szabadságharcról. Úgyhogy az Augustus Ernst, aki meg ugye közvetlenül a magyar ismerőseitől kapta az információt, és Teleki Lászlótól, mindent megtett annak érdekében Párizsban 48 őszétől és 49-ben, hogy a francia közvéleményt a magyar szabadságharc mellé állítsa.
És ezért aztán rengeteg cikket írt, főleg a La Patrie című lapban jelent meg Párizsban. Ugye voltak neki ismerősei, rengeteg egyetemi tanárok, meg politikusok, tehát azoknak a segítségével elhelyezte a Magyarországról szóló cikkeit, amelyel sikerült neki némileg a francia közvéleményt a magyarok mellé állítania. De mire ez igazából beérett volna, addigra Szabadságharc elbukott. Tehát pont Magyarországra jött, amikor hallotta, hogy meg volt a világos fegyverletétel, és hatalmas csalódás volt neki is. Tehát ugyanolyan olyan lelki trauma és sok érte, mint a magyarok többségét a világosi fegyverletétellel, mint hogy a világ dőlt volna össze. Tehát Vörös Marti és társai azok hasonlót éltek át, mint Auguste Gerando. Na most Gerandónak volt egy fiatalkorától létező tüdőbaja, ami sokáig lappangott, itt Hosszúfalván kiválóan érezte magát. Erdélyben semmi gondja nem volt a tüdőbajával. Alapvetően jól érezte magát, vidám volt, és biztonságban volt, és jól táplálkozott, és sokat volt levegőn. Jó levegőn. Viszont a Szabadságharc után izgalmak kiújították a tüdőbaját, és ebbe halt bele 1842. decemberében Dresdában. Tehát menekült Magyarországról Franciaországba, mert ugye itt elfogták volna, és börtön, jobb esetben csak börtön várt volna rá, mint egy később Blancard, ugye Kufstein. Tehát ő is tudta előre, hogy a tevékenységért, a forradalmi tevékenységért az osztályok nem fogják kímélni. Ezért Németországon keresztül menekült Franciaországba, amikor a tüdőbaj ismét kiújult nála, és 30 és fél évesen halt meg Dresdában. Tehát ezt a könyvet ezt kb. 25 évesen írta az a francia fiatalember, aki megtanult gyorsan magyarul, és minden megtanult, csak azért egy ilyet írhasson. A könyv hatalmas sikert érte bizonyos mértékig, kis területen terjedt, de ott nagy volt a hatása. Például Jókai Mór is olvasta. Jókai 1852-ben megírta az Erdélyi aranykora és a török világ Magyarországon című regényeit, ugye Apafi Mihály fejedelem korában játszódik mind a két regénye, és ha valaki elolvassa ezt, meg a Jókai regényt, akkor döbbenten tapasztalja, hogy Jókai innen vesz rengeteg információt egy franciától, Erdélyről, mert Jókai egyáltalán nem járt Erdélyben, ő úgy írta meg az Erdélyi aranykorát, és olyasmit is átvesz, aminek igazából semmi köze az Erdélyi aranykora történetéhez, csak tetszett neki ebből a könyvből, aztán átveszi. Rengeteg francia író használja, tehát akik az 1800-as évek közepétől franciák Erdélyről akartak írni valahogyan, azok azzal kezdik, hogy elolvassák az Auguste de Gerandót, ugye, és akkor abból tudnak tájékozni, hogy mégis mi van Erdélyben, mert annyira életszerű az egész, tehát jól felkészült és életszerű, hogy ennek alapján el se kell nekik jönni ide, már is van egy képük Erdélyről, szóval tucatszámra lehet sorolni azokat, akik használták, forgatták. Nekem van még egy olyan megjegyzésem is, hogy volt egy kolozsvári történész, Szilágyi Sándor, aki egyébként a Farkas utcában, a Református Kollégiumban szemben ott van az emléktáblája. És Szilágyi Sándor a Szabadságharc után írt egy néhány cikket Erdélyről, a régi Erdélyről, a Szabadságharc előtti Erdélyről, ilyen nosztalgikus cikkeket, hogy milyen szép is volt a Szabadságharc előtti Erdély. És ez a kolozsvári születésű magyar történész az Erdélyről szóló művében, vagy cikkeiben felhasználta a francia Auguste Gerando írásait, ugyanis olyanokat ír, amit ő nem láthatott, viszont szó szerint idézi, anélkül, hogy említené, hogy Gerandótól idéz, de szó szerint idézetek vannak Auguste Gerandótól, szóval elképesztő, hogy ehhez egy francia kellett, hogy egy magyar történész, aki kolozsvári, nem pont kolozsvári, de Erdély többi részéről írjon. Úgyhogy ennyi erről, tehát nagy megbecsülésnek örvendett a saját korában. Utána hatalmas felejtés azon lenni szokott ugye természetesen, tehát ilyenkor mindig az, hogy egy-két évtizedig olvasnak egy művet, aztán utána jön a felejtés homálya. Úgyhogy a kiegyezés utántól kezdve gyakorlatilag senki nem foglalkozik vele, úgy tűnik. Ugye? És most pár éve megjelent románul, és szintén kolozsváron, és most meg magyarul. Munkát vett igénybe ez a teljes gond. A kiadás alapvetően az első francia kiadás volt. Tehát számít nekem otthon megvan az 1845-ös
eredeti francia kiadás, azt lefordítottam, utána lefordítottam, illetve folyamatosan hozzánéztem a második kiadást, és lábjegyzetben oda van, van hozzá 1400 lábjegyzet, ez részben a szerzőnek a esetleges tévedéseinek a kiigazítása, például a tatárállás időpontjában nem teljesen nincs mindig tisztában. Részben pedig a második kiadásban mit írt máshogy, tehát igazából benne van a második kiadás is lábjegyzet formájában ebben a könyvben. Ezen kívül megnéztem a német kiadást is, katasztrofális. Ez külön történet. Tehát, hogy a német alakosság mennyire nem alakosság. Tehát, hogy képes volt a német fordító úgy kiadni, szegény, most már Isten nyugasztalja, de úgy kiadni a Ógözőzsándor első kiadás alapján nyilván 1945-ben jelent meg, nyilván a német kiadás, hogy bekezdéseket hagy ki belőle. Tehát neki nem, tehát a német kiadás, valami bekezdések maradnak ki. Vagy azért, mert politikailag neki nem tetszett a bekezdés, valószínűleg ez, de még az is nekem gyanús, hogy lehet, hogy nem értette pontosan, hogy az a mondat mi is, és kihagyta. Miközben a német kiadó levelezett Auguste Gerandóval, tehát megkérdezhette volna tőle, ha én nekem ilyen lehetőségem lett volna, éltem volna vele, hogy a szerzőtől megkérdezett, mit is akar az a mondat pontosan mondani, hogy hát ezt nem tette meg. Úgyhogy kihagyta, katasztrófa. Tehát azt is megnéztem a németet is, és itt ott a románt is megnéztem, mert az is megvan nekem, de inkább csak azért, hogy ők vajon ezt hogyan lábjegyzetelik ezt, amit én így lábjegyzetelek, mert voltak estek, hogy nem lehet pontosan tudni, kire gondol az illető szerző, és akkor én is gondoltam valakire, meg a román kérdőség gondolt valakire, hát aztán azt hittem, ami szerintem az igaz. Tehát lehet, hogy azonos a románra, lehet, hogy nem. Tehát hogy már kicsit hogy vitában vagyok időnként a román kérdéssel. Egyébként Lukács József lábjegyzetelt a magyar vonatkozású részét a románkiadásnak, tehát a kolozsvári egyetemegyi tanára Lukács József. Ki fordította? A Malon Felán. Itt benne van egyébként van egy kb. 100 tételes irodjegyzék hozzá végén, amit olvastam hozzá, és benne vannak az egyik kiadások is, az a román német kiadásnak is benne vannak az adatai. Tehát, hogy ki folytott a románra. Tehát valaki, nem tudom, ők is ismert név? Hát a Lukács nem tudom ismert néve, de egy 40 éveiben járó kolozsvári történész. És hát a román kiadását meg két, illetve négyen csinálták. Mégis négyen folytották. A Stan, Anna Maria Stan, van ilyen? Kolozsváron, de hogy jól emlékszem el, csak hogy jól emlékszem el, tehát alapvetően ő csinált egy hölgy. Ugye ezt franciául kell tudni, alapvetően, tehát olyan ember kell, aki franciául is tud, meg a román, vagy az erdélyi történelmet is van valami lövése, tehát a kettő együttes. Ha szabad ehhez még van törelnünk, akkor mondjuk el, mert könyv szempontjából nagyon érdekes és izgalmas a két kiadás összevetése. Tehát a román kiadás 2014-ben jelenik meg, megőrzi az eredeti kétkötetes formát. A fordítást én nem tudom el. A román kiadás a második francia kiadásra kell készülni. Mert hogy az a kiadói elv, hogy az utolsó, mindig a legfrissebb kiadást indik. Figyelme venni, itt viszont a gondozó nagyon pontosan meghatározza, hogy miért jár el így, és én szerintem is indokolt. Azon kívül, hogy a jegyzetanyagban én összenéztem egy pár helyen, a román gondozó elnézett dolgokat, az a híres Dubovics arra völgyi, nem tudom mi, de hát azt valamennyire a helyi viszonyokat ismerni kell, utána kell nézni a térképen, minden az ember tisztázza a Dejerandó szöveg alapján. A legnagyobb különbség mi? A Auguste Dejerandó végig válákról beszél, olákokról. Ezt ugye tudjuk, hogy ez a megnevezés, főleg a román olvasatban mit jelent, miközben Auguste Dejerandó a legszebb dolgokat mondja róluk, akkor is olánként nevezi meg a népet, mert akkor ez volt a nép megnevezése. Nem volt ennek rossz indulatú, vagy pláne a mai konnotációja, így nevezték őket. A román fordítás szemérdesen románoknak fordítja, és nem veszi észre, hogy elrontja a viccet. Mert Auguste Dejerandónak van egy nagyon érdekes fejtegetése a román nemzeti öntudat ébredéséről, hogy most már kezdik magukat románnak nevezni a római eredet stb. Kapcsán. Tehát, ha ezt a román olvasó nem fogja érteni, mi van abban, hogyha a románok románoknak nevezik magukat? Semmi. Ez egy szamárság, nyilván a Dejerandóé, miközben
Dezsarandó nagyon pontosan beszélt, mint sok esetben. Tehát őt nagyon jól felkészítette az após, könyvvel, szóval, mindennel, és ő egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes személyiség, ebből az összevetésből is kiderül egyébként. Nyilván, hogy dolgokat elhallhatott, ezeket a jegyzetek, ezért kell ilyen sok jegyzet, ugye, kiigazítja. Ebben a dologban viszont én azt kell mondjam, hogy a román kiadás gondozója, most már a négy név közül nem tudom, ki volt ennek a szerzője, felületes volt, mert az ő fejében az volt, hogy ugye a román közösség számára, főleg a kicsit túlhegült, vagy hogy is mondjam, számára az egy vörös posztó, hogy ők nem olálnak. Miközben ez egy történeti tény, azt azért hadd mondjam vele, hogy majd zárójel, hogy ugye tavaly benyújtotta valamelyik politikai párt azt a kezdeményezést, hogy márpedig aki a románokat gyalázza így úgy, ezt például olálhozza, az börtönbüntetést kap. Ha tehát azt hallják, hogy Kolozsvár Napokáról elvitték a kritérium kétkiadó igazgatóját, akkor tudják, hogy ezért vitték el, mert nem tehetett mást. Nyilván nem a fordító felel érte, mert a kiadó felel jogilag a könyvért, tehát akkor kérem, gyűjtsenek, kicsi kosztos csészében gondoljanak rá, de rémül leszek a nagy nemzeti áldozat. Nyilván ez a tréfa helye, hiszen nagyon jól megvédhető, hogy miért pontosan ezzel a román fordításával, összevetéssel, hogy hamisít. Ha így fordítja, ráadásul ugye egy 170 éves szövegről van szó, természetesen ezt az elavult népnevet nekünk használni kell. Ráadásul Dezsarandó világosan beszél Balákról. Azt nem lehet másnak fordítani. Persze, komolyan se vették, világos, tehát nem félek én olyan nagyon, vagy nem ez az én nagy gondom, ez már csak a humor kedvéért gondolom. Rábérdetettem azt, hogy a szerző orrát persze, ezért én is olyan mennem őket, ahol ő orrát. A román sem vagy a mennes, az, hogy a szerbeket rácoknak hívják, hívjuk a szlovákok meg tótoknak. Most ez nem feltétlenül negatív, hát ez a negatív. Így van, az, hogy valamilyen lépnépből megy, miért ez lesz negatív, vagy miért lesz negatív konnotáció, vannak nyilván oka van, de az vita tárgya, de nem az, hogy én azt mondom, hogy én engem így kell nevezni, vagy úgy kell, és akkor az törvénynek a meghatározás. Lehet, hogy ugye hogyan hívnak minket románoknál, arra is van törvény. Egyébként még egy annyit, ha már beleszóltam, hadd mondjak el, mert kiegészíteni valamennyire a gondozó dolgát. Van egy rendkívül érdekes, izgalmas, szerintem még mindig helytálló okfejtése a balkáni kérdésről. Hogyan látja azt a francia Párizsban nevelkedett ember, az összehutyanó török birodalom helyét, ki foglalja el, hogy foglalja el, mik az orosz előre nyomulásnak a dolgai. Rendkívül érdekes. Ez tulajdonképpen zárja el benne, csak úgy, hogy lássák, vagy hogy magának leírja ezt, mert ugye nem kötődik. Miközben nagyon erősen kötődik, mert a francia érdeklődés ennek köszönhető. Ugye ebben az időben for ki a francia álláspont is, hogy finoman fejezzék ki, hogy hova ford ki, azt most már ne firtassuk, mert nagyon rossz felé ford ki. Nyilván ennek oka az is lehetett, mondom ezt én, hogy Dezsarandó kellett volna 80 évet éljen, és akkor valószínűleg, hogy az én mesém is másképp végződött volna, pláne a mi mesénk, de a lényeg az, hogy nyilván ez nem egy ember döntött el a geopolitikai érdeket, de ő látja, és tőle megtudjuk azt a 40-es évekbeli francia politikai gondolkodást, amit nem ismerünk, és ezért nem értünk, és nem úgy állunk a trianoni jelenség előtt, hogy nem értjük, és ettől vagyunk mondjuk egy kicsit szegényebbek. Jó, csak én akartam. Azonké meg rettentő nagy félelmek voltak a magyarokban a pán-germánizmus és a pán-szlávizmus félelmek. Nem teljesen alaptalan, ezt halljuk be. Elé gondolunk, Magyarország két harapófogó között van, ugye, nyugat felé menvén német-osztrák harapófogó, kelet felé mennél, fölöttünk itt vannak ezt szlovákok, csehek, lengyelek, ukránok, oroszok. De elég gyors ez a harapófogó elősödött. És arra gondol, bocsánat, hogy még ennyit mutatom a hallgatóságot, hogy itt vannak a románok, akik nagyon ragaszkodnak vallásukhoz, és ennek az ortodox vallásnak a pápája, az orosz cár, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a románokban tudatosítsa, hogyha bármi bajuk van, a cárhoz fordulhatnak nyugodtan bizalommal, tehát a cár lesz valaki, majd megvédi őket. És ebben a Dezsarandó egyfajta orosz expanziót lát, tehát hogy voltak éppen előbb-utóbb majd egyesülni fog az egész szlávság, vagy nyelvi alapon, mint szláv, vagy vallás alapon, mint ortodox. És akkor ebből nekünk, mi ebből csak rosszul jöhetünk ki, természetesen ebből az iszonyatos több százmillió emberből, és itt vannak a románok ugye bent, házon belül, akik
szívük mélyén inkább ragaszkodnak az orosz cárhoz, mint a saját uralkodójukhoz, az osztrák császárhoz. Illetőleg érzékelni azt a törésvonalat, amit a görög katolikus románság életereje aktivizált, nemzeti öntudata üldése rejt. Tehát ebben a pillanatban az ortodox és a nyugat-francia érdekeltség közé kerül be a román nép, kebelébe kerül a határvonal. És sokkal nagyobb az ortodox görög-katolikus ellentét, mint amit mi ma erről érzékelünk. Ha egy kicsit figyelünk az ortodox egyház retorikájára, akkor ezt érezhetjük benne. Na, ez is benne van Dözserándóban, ezt akartam mondani, nem csak a mi beleírásunk, hanem ennyire gazdag és ennyire izgalmas ennek a kívülről jött fiatalembernek a könyve.